Aranyosak a gyerekek, és a jövő Babos Ádámjai, Selmeci Bánkja és Wagner Leventéi is lehetnek. Beszélgettünk korábban, hogy nagyjából 4 éves korban lehet elkezdeni a tornát. Ahhoz képest, hogy ezek a gyerekek 4-5 évesek, elég jól megy neki. Igen, elégedettek vagyunk a teljesítménnyel és a gyerekek létszámával is. 43 saját versenyzőnk indult ezen a kis versenyen, és nagyon ügyeskék. A legfiatalabb versenyzőnk az éppen hogy csak megüti az 5 évet, úgyhogy tényleg ügyeskék. Akikről pedig beszéltünk, pontoznak. Mennyire ismerős nekik ez a szerepkör? Ők ugye leginkább a másik oldalon szoktak állni. Igen, a másik oldalon szoktak állni, de hát mint minden sportolónak tisztába kell lenniük nekik is a szabályokkal, amik rájuk vonatkoznak, mind a gyakorlatukra, mind a viselkedésükre. Hál' Istennek most ezt gyakorolhatják, alkalmazhatják, és a jövőben is számítok a segítségükre ilyen kis házi bajnokságokon. Utána pedig megkóstolhatják a finomságokat, mik készülnek a bográcsban. Hát ha jól tudom, gulyásleves készül, Géza bácsi féle pástétom, Jenő bácsi féle körözött, és mindemellé sütemények, üdítők, csapolcsör, bor, ami szemszájnak ingere. Köszöntitek az Európa-bajnokságon jól szerepelt, illetve akár a magyar bajnokságokban is jól szerepelt versenyzőket is. Igen, külön oklevelet és egyéb jutalmat kapnak az ebben jól szerepelt versenyzőink. Ezt a kisgyerekek eredményhirdetése és egy fitness bemutató közé fogjuk besorolni majd itt a vége felé.